Áldás békesség Isten hozott mindenkit, kérem emelkedjünk föl a helyünkről. Kegyelem, irgalom és békesség nekünk Istentől, mennyei atyánktól, szent fiától, a megváltó Jézustól. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveiret, hirdetik hatalmas tetteiret, örökkévaló Úr. Amen. Fennálló énekünk a 90. Zsoltár lesz. Annak első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva. Így kezdődik az ősi himnusz. Helyünket elfoglalva énekeljük főénekként a 165. dicséret első és második énekversét. Tehát két énekverset fogunk énekelni a 165. dicséretből. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Így kezdődik a szép dicséret első versszaka. Fényes lelkek,
Emelkedjünk fel a helyünkről, és imádkozzunk eképpen. Áldott légy Istenünk a mai vasárnapért, amikor megpihenhet a mi szívünk, és légy áldott a nemzeti ünnepért, melyen újra megajándékozol bennünket saját történelmünk fényes emlékével. Szeretnénk tanulni, áhítatban tanulni a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy nemzeti ünnepünket is a te végtelen jóságod és Krisztusban kijelentett irgalmas szereteted ajándékának tarthatjuk. Hadd legyen számunkra ez a mostani alkalom az önvizsgálatnak és a hitre jutásnak az órája is. Áld meg összegyülekezésünket szent lelkedés ígéd világosságával. A te ígéd igazság. Amen. Alapigénk az első korintusi levélből való, hallgassuk. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Eddig az írott ige, kérem foglaljuk el helyünket. Tehát, kedves testvérek, korintusi levélből idéztem a fölolvasott igét, és két ige hirdetéssel, két ige magyarázattal készültem, tekintettel arra, hogy ma Böjt második vasárnapja van, és mégiscsak valamilyen böjti mondani valót kellene az Úr napján kapjunk, másfelől pedig, ahogyan látjuk itt a színekből, meg az ünnepi pompából, mégiscsak emlékezünk a történelmünk egy csodálatos alkalmára. Így tehát két ige magyarázat kötődik az egy igéhez. Nem lesz egyszerű, de összehozzuk. Valójában mégiscsak lehet, hogy egyszerű lesz, hiszen a két ige hirdetés, a böjti ige hirdetés, és ez az ünnepi megemlékezéshez köthető ige magyarázat egy azon fogalomból, a szabadság fogalmából ered ki és veszi az alapját. Két ige hirdetés, az egyikben, a böjtiben az emberi szabadságról lesz szó, a másikban pedig a nemzeti szabadságról. És mind a kettőnek ugyanez az ige, az alapja, az Úr a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Érdekes, tanulságos, a Bibliában, képzeljétek el, 770 ezer szó van. És ebből a 770 ezer szóból mindössze 15 a szabadság. És mind a 15 az Istenhez van kötve. Azért tanulságos, mert nem a véletlen műve. A Biblia ugyanis a következőképpen tanít bennünket a szabadságról, és ebben az emberi szabadságról. Nincs abszolút emberi szabadság. Nincs tökéletes, korlátlan emberi létezés. Egyetlen egy valaki van, aki minden szabadságnak tökéletes forrása, önmagában is abszolút korlátlanul létezik, ő pedig az Isten. És miért? Mert az Isten a lélek, a Szentlélek. Ezért tud tökéletes szentségben, tisztaságban létezni önmagától, függetlenül mindenkitől, mert ő maga a Szent. És ezzel ellentétben ott van az ember. Az ember nem tud önmagában tökéletes szabadságban lenni. Nem tud létezni abban a korlátlan, abban a határtalan állapotban, amiben az Isten. Csak az Istenről mondja azt például a Mózes 5. könyvében a Biblia. Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes. Az ember ugyanis nem a lélek. Az embernek az a sajátosság, a teremtettségi állapota, hogy nem
lélek formában létezik, hanem e földi valósághoz kötve. Van testünk, van szellemünk, van saját lelkünk is, de ez is e világhoz van kötve. És éppen ezért a teremtettségünk okán mi nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk korlátlanok, így nincs abszolút szabadságunk. Ez azt jelenti, hogy kötöttségben, függésben létezünk. Nagyon egyszerű ezt megmagyarázni. Nézzünk engem. Én nem lehetek tökéletes szabadságban. Nincs abszolút szabadságom. Eleve megszülettem egy családba. Megszülettem egy nép közé. Van genetika, van biológiai meghatározottságom, amit nem léphetek át, nem tagadhatok le. Emellett pedig vannak korlátaim. Vannak olyan dolgok, amelyeket hiába gondolok magamnak, hiába vindikálom magamnak, hiába tulajdonítok magamnak, nincs. Én hiába mondom azt, hogy tudjátok, én egy Johann Sebastian Bach nagyságú zseni vagyok. És én úgy tudok komponálni, és úgy tudok orgonán játszani, hogy csak Bach tudott legutoljára. Ha én fölmennék oda, rögtön kiderülne, hogy bizony árulkodó jelek lennének, hogy nem. Vagy mondhatnám magamról, hogy én 2 méter 20 centis szőke skandináv vagyok, elég, ha belenézek a tükörbe. Szóval korlátok közé születtünk, határok vannak az életünkben, képességeinkben. Nincs tökéletes, abszolút emberi szabadság. Sőt, a Biblia nem csak azt mondja, hogy nincs tökéletes emberi szabadság, hanem azt is mondja, hogy az ember eredendően, mivel ennek a teremtett világnak a része is, ez a teremtett világ a bűn szolgaságában van, ezért mi nem, hogy tökéletesek vagyunk, hanem sokkal inkább a bűnben vagyunk. Csak egyetlen egy szereplő, és egyetlen egy oldalon a Bibliában mondta azt, hogy van tökéletes emberi szabadság, korlátok nélküli szabadság, van tökéletes, határtalan, megélhető emberi létezés. Igen, ő a sátán volt. A gonoszság ősforrása. Ő volt az, aki azt mondta az emberpárnak a Biblia szerint, hogy ne elégedj meg azzal, hogy te csak ember vagy, lehetsz te Isten is. Úgy emlékszünk rá. Mindent tudhatsz, minden a kezedben lehet, mindent te irányíthatsz. Lehetsz te Isten. Csak a sátán mondott ilyet. És az egészet azért hoztam ide, mert a 21. században újra a sátánt hallom. Az ősi gonosznak a hangját lehet hallani, és megretten a szívem. 10 évvel ezelőtt, ha azt mondtam volna, hogy ma azt hirdetik fennem, izmusok, mozgalmak, hogy az ember az, aminek tartja magát, kinevettetek volna. Ha én azt mondtam volna 10 évvel ezelőtt, hogy úgy működik az ember világ ma, és erre sátáni hatalommal és erővel egész rendszerek telepednek rá, hogy az ember önmagát istenként tartva kijelent magáról valamit, és elvárja, hogy mindenki igaznak tartsa. Humorosnak tűnik, de szerintem katasztrofális, hogy egy angol nő kijelentette magáról, hogy ő őzike. És rendszeresen kijár legelni. Viccesnek tűnik, de az a baj, hogy ilyen célütődből rengeteg van. Akik nem tudják eldönteni, fiúk-e vagy lányok. Pontosabban el tudják dönteni, hogy a 76 formából, gender formából melyik az övék. Látjátok? Bőti.
sátáni. A gonoszsághoz köthető történetnek vagyunk a részesei. Ami sose hittünk volna, hogy az ember kijelenthet olyat magáról, hogy ő tökéletesen szabad mindentől és mindenkitől. Nincsenek határai, nincsenek korlátok. Az önmagát megistenítő embervilág az, ami ellen szól ez az ige, hogy csak az Úr a lélek, ember, te ember vagy. Ha nincsen tökéletes szabadság, akkor nagyon sokan azt mondják, és így vallják ma, akkor tulajdonképpen nincs is értelme élni. A Biblia mást mond. A Biblia azt mondja, hogy tökéletes emberi szabadság nincs, de van teremtési szabadságunk. Mindannyian szabadságra vagyunk teremtve. A magunk életének a szabadságára. Van szabadságunk arra, hogy szeressünk. Van szabadságunk arra, hogy jót gondoljunk, jót szóljunk. Van szabadságunk arra, hogy jót tegyünk. De sajnos bőti igehirdetés. Még ezt a szabadságfokot sem tudjuk kihasználni. Nem, hogy tökéletes szabadságban lennénk. Mert még azt a jót sem tudjuk megtenni, amire adott az Isten nekünk lehetőséget. Hogy mondja egy helyütt a Biblia? A római levélben van ez megírva. Akarom én a jót, de nem vagyok képes megcselekedni. Rabszolgaságban vagyunk, testvérek. A bőti tanítás ez. Még a saját szabadság fokunkat sem tudjuk rendesen kiélni. Nem tudjuk megvalósítani. A lelkünk ugyanis megromlott. A lelkünk a bűn miatt nem képes arra, hogy szabadon tegye a jót. Ezért szükség van egy szabadítóra, Jézus Krisztusra. Szükség van a szabadságunkra. És Jézus Krisztus úgy végzi el ezt a szabadítást, ezt a felszabadítást, hogy ő, ha a szívünkbe költözik, megnyitja a Szentlélek előtt az utat. És a Szentlélek képes ezt az uralomváltást véghez vinni. Képes arra, hogy kijavítsa, kicserélje a lelkemnek a hibás szenzorait és erőművét. Képes arra, hogy az Istentől kapott szabadságomat meg tudjam élni. Így értjük meg végre az igét, a bőti igét. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ahol az Isten lelke van valakinek az életében, ott szabadság van. Ott nincs szolgaság. Akinek a lelkében az Isten lelke munkálkodik, és vette át az uralmat, ott nincs önkényesség, hanem van önkéntesség. Nem azért szeretek, és nem azért teszek jót, mert megéri, hanem azért, mert az Isten képe és hasonlatossága vagyok, és az ő gyermeke. Ahol az Úr lelke munkálkodik valaki életében, ott nincs félelem, nincs reménytelenség, igazságtalanság, boldogtalanság. A keresztény ember szabad ember, ha az Úr lelke munkálkodik a szívében. És akkor a bőti ige hirdetésből térjünk át arra, hogy a nemzeti szabadságról mit szól és mit tanít az ige. Először is hadd idézzek egy bibliai ígét. A felséges kiosztotta a népek örökségét, népekre osztva az emberek fiait, mikor kijelölte a nemzetek hazáját. Mit mond tehát a Biblia? Isten az, aki kijelölte a népeket és a népeknek a lakhelyét. Ez azt jelenti, kedves testvéreim, és 1100 év a bizonysága annak, hogy Isten szent akarata, teremtői rendeltetése, hogy mi itt éljünk a Kárpát-medencében. Isten akarta. 1100 éve vagyunk itt, és nagyon sokan ezt megkérdőjelezik. Nagyon sok nép, birodalom,
az 56. Zsoltár szavaival ellenségeinké lettek, akik szüntelenül bosszút lihegnek, és ránk támadnak kevélyen. A Teremtő rendelése az, hogy itt éljünk szabadságban, szeretetben, és szolgáljuk egymást és az örökkévalót. És ezt kérdőjelezik meg időről időre nemzetek, birodalmak. Szabadságunkat és létezésünket is el akarták venni. Hatalmas erők mozogtak azért, hogy mi ne legyünk itt. És a hatalmas, erős birodalmak szorításában mire támaszkodhat egy ilyen kicsi nemzet? Más népek elnéző türelmében bízhat? Vagy segítségükben? 1100 év megmutatta, más népekre nem bízhatjuk a sorsunkat. Az ígéretekkel tele van a nemzeti padlás. Ezért időről időre megvilágosodott a mi népünk. Legutóbb 1989-ben, előtte 1956-ban, de talán a legerőteljesebben éppen 1848-ban. És belekapaszkodott ebbe az igébe, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És rájött arra a mi népünk, hogy csak magára, és az őt nagyon szerető Istenre támaszkodhat. Szabadságunknak a letéteményese, a bennünket gondviselő szeretetével megtartó Isten, senki más. És mi történik 1848-ban, ebbe az ígébe belekapaszkodva, azt mondja a nép, immáron nemzetté válva, ide a szabadságot. Eltűnik az isteni lélekkel átitatott emberekből a megalkuvás, a gyávaság, a kishitűség. Lánglelkű proféta költők éneklik meg. A mi nemzetünk nem kevesebb egy nemzetnél sem. Az Úr lelkével átformált arisztokraták, grófok, bárók, vármegyei nemesek állnak ki olyan célokért, amelyek ellen küzdöttek évtizedeken, évszázadokon keresztül az őseik. Mert amikor látjuk azok között, a pontok között, amelyeket meghirdettek 1848. március 15-én, a közteherviselést, akkor azt úgy kell érteni, hogy arisztokraták harcoltak azért, hogy ők is adót fizessenek. Ez csak az isteni lélekkel lehet megmagyarázni, az Isten lelkének a csodája, hogy valakik képesek voltak évszázados előnyükről így lemondani a nép javára. Ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság. És pillanatok alatt összerázódott a sok népből álló nemzet, és egyé lettek a kunok, a jászok, a székelyek, a zsidók, a magyarokkal. És ilyen hőseink lettek 1848-ban, mint a lengyel származású Bem József, a szerb származású Damjanics, az osztrák Pöltenberg, a horvát Knézics, a német Leiningen Westerburg, és sorolhatnám. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság, ott eltűnnek az elválasztó falak, ahol az Isten lelke tölti ki az emberi lelkeket, hirtelen a szeretet lesz mindennél fontosabb. A haza szeretet lesz mindennél fontosabb. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadság a félelemtől. A világ akkori legnagyobb hadseregei közül kettő támad rá a magyar szabadságra. Gyorsan le lehetne állni, lehetne keresni a megoldást, a tárgyalásosat, de nem fegyvert fog a nemzet,
és harcol, mert ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság. És amikor 7 évvel világos után Arany János a következőt írja, és Szondi György, a régi hős szájába adja a mondatot, amikor kegyelmet ajánl neki a pasa, hogy kegyelmet urattól nem vár soha Szondi, Jézus kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni, ezt mindenki úgy olvasta, hogy közben Damjanics, Kossuth, Petőfi és a többi hősnek a neve ugrott be. Mert ahol az Úrnak a lelke, ott szabadság van a halálfélelemtől is. És a 18. Zsoltár, amely így szól, Isten megmentett engem ellenségem hatalmától, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam, igazzá lett. Mert lehet, hogy világosnál eltapossák a magyar szabadságharcot, de hol van a Habsburg császár, tudja valaki? A történelemkönyvekben, hol van az orosz cár? A történelemkönyvekben is. Hol vagyunk mi? Itt vagyunk. És a mi anyanyelvünkön az Isten nagyságos dolgairól és a mi őseink hősiességéről szólhatunk. Testvér, ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság. És Istennel mégis mi győztünk. És Istennel győzünk ma is. Mert néhány száz kilométerre tőlünk sajnos dörögnek az ágyuk, ropognak a fegyverek, de nálunk Istennek hála béke van. De ne gondoljuk azt, hogy nem akarnak bennünket új hatalmak és új birodalmak eltüntetni ugyanúgy, csak más fegyverekkel. Hogy nem akarnak bennünket újra rabszolgaságba, fogságba juttatni, ne gondoljuk azt, hogy ez nem változott. Ugyanaz a lélek van bennük, amely Ferenc Józsefben, aki amikor azt mondták, üzen neki a cár, hogy mutassa meg a nagyságát, azzal, hogy kegyelmet oszt, azt mondta, hogy nem, én gyűlölöm a magyarokat. És megtanulják, mint ahogyan a mák, mikor kidugja a fejét, hogy le kell taposni, le kell vágni. Ez a lélek ott van körülöttünk. Hogy maradunk meg? Testvérek, ahol az Úrnak lelke, az a lélek, amely nem a félelem lelke, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke, az a nemzet megmarad. A mi igazi erőnk és szabadságunk forrása Istenben van. Ezért kell megmaradni Isten mellett. Lőv Lipótot idézem, 1848, híres zsidó származású nemzetőr lelkészét, a szegedi rabbit, aki azt mondta, erőtlen nemzet, szabad nemzet nem maradhat soha. A mi erőnk az Istenben van. Abban, hogy ő kiválasztott bennünket, hogy itt éljünk. Csak mi ronthatjuk el, ha megtagadjuk, ha hátat fordítunk neki, hogyha olyan szövetségekre lépünk, ami miatt a sorsunkat más népeknek a kezébe tesszük, akkor fogunk elbukni. Vele viszont győzni fogunk, megmaradunk. Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk? Minél nagyobb bennünk és közöttünk Isten iránti szeretetünk, annál erősebb, boldogabb, tisztább, hasznosabb és bátrabb életünk lehet. Családként, nemzetként, népként. Maradjunk meg Isten mellett, hogy ő is megmaradjon mellettünk. Mert az Úr a lélek, és ahol az Úr lelke, ott az én, a te és a nemzetünk szabadsága. Amen.
Emelkedjünk föl a helyünkről és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a hallott igei tanítást. Áldunk a Te önként vállalt kereszt áldozatodért, mellyel megszerezted számunkra az utat a mennybe, a megigazulást és az örök életet. De azt is köszönjük, hogy már itt a földön, a Te szent lelked munkálkodásának köszönhetően megtapasztalhatunk valamennyit a mennyei erőből, tisztánlátásból, tökéletességből. Szeretettel és nagy tisztelettel emlékezünk most azokra, akik 174 évvel ezelőtt a Szentlélek vezetését, erejét elfogadták, és egy egész nemzet szabadságáért felemelték a szavukat. Sőt, halált, hátratételt szenvedtek miértünk következő generációkért. Tégy készé bennünket, Urunk, hogy 2022-ben is lelked által a magunk helyén állva mi is a következő nemzedékekért, a magyarságért, a kereszténységért vállaljunk áldozathozatalt. Kérünk téged, tedd szebbé, békésebbé, nemesebbé a mostani napjainkat, az elmúlt napoknál, amikor a háborúnak, a pusztulásnak a képeit, híreit hallottuk. Add, hogy semmi és senki ne tudja bepiszkítani a mi nemes nemzeti ünneplésünket. Áld meg országunkat, városunkat, egyházunkat, Jézus Krisztus. A Te vigasztaló lelked tegye könnyebbé az elválást néhai Józsa Istvánné Évike hátramaradt családtagjainak. De minden emlékező gyászolónak helyezd a szívére. Te megszerezted a feltámadást és az örök életet. Légy a betegek gyógyítója, adj békességet a mi időnkben, itt, Ukrajnában, a világban mindenhol. Áld meg a mi következő heti munkánkat, szolgálatunkat, és vezess bennünket vissza a Te házadba, hogy Téged dicsőíthessünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Énekeljük el a szózatot. Hazádnak vendület lett.
helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Istennek elhívott népe, kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit. A televízió képernyőjén keresztül bennünket, figyelőket és hallgatókat egyaránt Istenünk házában. Hirdetem a következő programokat, amikkel keres bennünket az örökkévaló Isten, hogy életünk, örök életünk legyen. Március 16-án szerdán 17 órától énekkarunk a gyülekezeti házban tartja a próbáját. 17-én csütörtökön 17 órától bűnbánati alkalmat tartunk, úrvacsorai előkészítő istentiszteletet a gyülekezeti házban. 18-án pénteken szintén a gyülekezeti házban 14 órától nőszövetségi taggyűlés lesz. 19-én szombaton 17 órától záró bűnbánati alkalmunkat a gyülekezeti házban tartjuk. Március 20-án vasárnap 9 órától a Kiskulcsoson, 10 órától itt a nagy templomban tartjuk bőti istentiszteletünket. A 10 órás alkalom úrvacsorás istentisztelet lesz. Persejpénzek és adományok a következőképpen alakultak. A nagy templomban az elmúlt héten 121.800 forint volt a persej adomány összege, a kiskulcsosi templomban 25.930 forint. Így összesen 147.730 forintot kaptunk, Isten áldja meg a jó szívű adakozókat. Adományokat továbbra is lehet felajánlani, ahogyan meg is tették ezt a kedves testvéreink. Háborús menekültek megsegítésére 6 fő 83.000 forintot adott. Déli temető ravatalozójának az építésére 1 fő 2.000 forintot. Nőszövetség támogatására 3-an 3.700 forintot. Köszönjük szépen! Egyházfenntartó járulékunk 10.000 forint továbbra is, egy fő részére, 18 év fölött egy esztendőre. A nőszövetségi tagdíj 1.000 forint egy esztendőre. Hirdetem, hogy csoportos keresztelésre 2022. május 1-én vasárnap 10 órától lehet jelentkezni. Hirdetem, ahogyan az imádságban is hallottuk, hogy sajnos egy szívünknek kedves asszonytestvérünket, volt munkatársunkat kísértük a földi lét utolsó útjára a pénteki napon. A déli temetőben temettük Józsa Istvánné, született Hajdú Éva Annát, Évikét, aki életének 75. évében hunyt el, és a Széchenyi Sugárút 63 szám alatt lakott. Évike nagyon sokáig ennek a templomnak a gazdája volt, és ő volt, aki harangozott, nyitotta a templomot. Így lehet rá emlékezni, hogy szolgálatban ismertük meg őt, kedvességét, szeretetteljességét, és hát így vagyunk közös veszteségben a megjelent családtagokkal. Legyen közös a megvigasztaltatásunk is. Isten igéjét hirdettük, és most is, hogy ő, mármint Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és általa a mennyek országába vezet az út. Őszinte részvétünk. Kedves testvérek, nagyon elszaladt az idő, de mégis hadd mondjam el, hogy folytatódik az ünnepi alkalom Isten tiszteletünket követően, jó reménység szerint 11 órától, vagy valamennyivel kicsit később, és a Kovács Mihály Huszár Bandérium felvonulása után ünnepi köszöntőt mond Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes úr, szeretettel köszöntöm, Isten hozta itthon. És szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket, országos, megyei, városi vezetőinket. Együtt fogunk tovább ünnepelni, és az ünnepi műsor után pedig együtt fogjuk a koszorúzást megtekinteni, melyre a Petőfi és a Kossuth szobroknál kerül sor. Még egy program van, március 16-án, ez egy
szerdai nap. 17:30-tól ünnepi műsor lesz fáklyás felvonulással. Szeretettel hívunk mindenkit a további alkalmakra is. Akkor záróének a 469-es dicséret lesz, elkezdjük énekelni, és az éneklés ideje alatt elhagyjuk a templomot, és átmegyünk folytatni az ünneplést. Így kezdődik a szép bűnbánati, böjti ének. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, és különösen is a harmadik versre hívom föl a figyelmet. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Tehát énekeljük a 469-es dicséretünket. Jézus nyájas